Az este vendége Sejrin Gábor, a Párbeszéd Magyarországért elnökségi tagja. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok. Bajnai Gordon ugye azt mondja, hogy ő nem ül be az országgyűlésbe, lemond az Együtt PM Szövetség egy tagja részére. Ez azért ütötte meg a fülem, mert eredetileg Bajnai Gordon együtt tartozik, igaz, a szövetségnek is ő a vezetője. Így van. Hogy kell akkor ezt érteni? Együttes lesz inkább a jelölt, vagy esetleg már tudható, hogy PM-es? Nincsenek még erről tárgyalások, úgyhogy ez a következő napok kérdés. Az Együtt PM Szövetség a legfontosabb stratégiai jelentőségű kérdésekben közösen dönt, ezért Bajnai Gordon az Együtt PM Szövetség nevében fogalmazik, de mind a két párt önállóan tevékenykedik, önálló szervezettel rendelkezik, ezért van az Együttnek is és a PM-nek is egy önálló elnöksége, és ez a két elnökség is önállóan mérlegel politikai helyzeteket, politikai feladatokat és politikai stratégiákat. Ugye ez köztudott, hogy a Párbeszéd Magyarországért politikai stratégiája a kezdetektől fogva az volt, hogy zöld-baloldali pártként a mi feladatunk az, hogy megállítsuk Magyarországon az elszegényedést, esélyt kínáljunk a munkanélkülieknek, esélyt kínáljunk a hazánkból elmenekülő fiataloknak, ehhez kormányváltásra van szükség, ehhez együttműködésre volt szükség. Kiemelt partnerként tekintettünk az Együtt 2014-re, amelyik részéről egyértelmű állásfoglalások születtek a 2010 előtti kormányzás hibáival kapcsolatban, tehát tanultak a korábbi baloldali hibánkból, ezért velük egy szorosabb együttműködést kezdtünk meg, és mi azt gondoltuk, hogy egy kétlistás választási együttműködésben az egyéni jelöltek szintjén kell egy együttműködés létrehozni, tehát kvázi, mint annó a második fordulóban visszalépkedni a baloldali kormányváltást célzó pártoknak egymás javára, és így azt gondoltuk, hogy van esély megszólítani azokat is, akiket Mesterházi Attila vagy Gyurcsány Ferenc tud megszólítani, és azokat is, akik a korábbi kormányzatokból kiábrándultak. Ugye önök voltak azok, hogy Jávor Benedeket idézem, hogy az elhíresült mondást, akik némi poharazgatással vették tudomásul, hogy össze kell fogni pár baloldali politikusa, például Gyurcsány Ferenccel. Jó ötlet volt ez így utólag? Azt gondolom, hogy nem volt más választásunk, mint elindulni az együttműködés útján. Azt akkor is elmondtuk, itt az estében is elmondtam, hogy az... Ebben egy teljesen biztosak egyébként? Nem nagyon volt más választás. Én azt gondolom, hogy nem helyes eleve veszteségre belendezni, vereségre belendezni egy politikai stratégiát. Magyarországnak arra volt szüksége, hogy legyen egy olyan ellenzéke, amelyik mindent megtesz annak érdekében, hogy leváltsuk Orbán Viktort. Én akkor tudok tükörben nézni, hogyha elmondhatom, hogy én mindent megtettem, én helyben is és országosan is, nyugodtan elkismeretem, egy jó irányba indultunk el. Azt nagyon sajnálom, hogy az álláspontunkkal kisebbségben maradtunk, hogy egy külön listás, úgymond két pólusú kormányváltó együttműködési formát hozzunk létre. A választások bebizonyították visszamenőleg, sajnos elég fájdalmasan, hogy ebben a tekintetben nekünk igazunk volt, de akkor kisebbségben maradtunk, a magunk részéről levontuk ezzel kapcsolatban a konzekvenciákat. Előrehozott tisztújítást tartunk. Mi azt gondolom, hogy egy demokratikus, modern, felelősségteljes pártnak ez most a dolga, az ellenzéknek megülésre van szüksége, mert kezdetektől fogva ezt képviseltük. De bocsásson meg, ezt maguk tették meg. Mi is megtettük, az Együtt is megtették. Én azt gondolom, hogy minden baloldali pártnak ezt meg kell tennie. Én azt gondolom, hogy Mesterházi Attilának és Gyurcsány Ferencnek is komoly felelőssége van a kialakult helyzetben. Nekük ezzel a felelősséggel számolniuk kell, hogy milyen következtetéseket vannak le ebből. Ez az ő dolguk és a pártjuk dolga. Mi a magunk részéről, a PM részéről és az Együtt részéről is levontuk a konzekvenciákat, ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy nem folytatjuk. Ugyanis ez a nulladik lépés, a felelősséget mi vállaltuk, ugyanakkor a következő lépés, itt van egy európai parlamenti választás, itt vannak az önkormányzati választások, mi nagyon határozott elképzelésünk az, hogy egy megújult baloldali politikai kínálat lehet csak képes Orbán Viktor leváltására, ez volt a mi eredeti elképzelésünk. Mi azt gondolom, hogy ebbe az irányba kell nekünk tovább haladni, és ezzel a programmal tudjuk megszólítani azokat az elszegényedő munkanélküli rétegeket, akiket egy ilyen baloldali politikai programmal meg lehet szólítani. Hogy kell ezt érteni? Mert azt világosá tették, hogy az Európa Parlamenti választásokon külön indulnak. De most ön már beszél az önkormányzati választáson. Ott is külön fognak indulni. Határozott és ambiciózus céljaink vannak az európai parlamenti választásokkal kapcsolatban is, és az önkormányzati választásokkal kapcsolatban is. Nincsenek olyan elvtelen kompromisszumok, amelyekkel nem lehet leváltani egyértelműen Orbán Viktor. Én azt gondolom, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy legyen együttműködés, legyen egyeztetés, de az is biztos, hogy világosan egy olyan politikai otthont kell létrehozni, amelyik meg tudja szólítani a baloldalból kiábrándult, egyébként baloldali politikai üzenetekre vágyó szavazókat.
a Jobbik részéről, vidéken, pont azokban a szavazókörökben látunk erősödést, én a saját választókerületemben is, ahol egyébként ezekre a baloldali üzenetekre lettek volna fogékonyak, de sajnos azzal, hogy a régi baloldalnak a megújulásra kevésbé képes részre egy közös listán indultunk, ezáltal nem váltunk képessé arra, hogy megszólítsuk ezeket a rétegeket is. Nagyon fontos kérdésekben egyetértünk a szocialista párttal, jól tudtunk együttműködni sok tekintetben a demokratikus koalícióval is. Ez egy demokratikus közösség, egy demokratikus politikai oldal, aminek sok értéke van, de az is világosan látszik, hogy nagyon sok tekintetben eltérően gondolkozunk, és eltérően ítéljük meg a 2010-es kormány felelősségét. És ezt nem, hogy nem adjuk fel, hanem világos üzenetet küldtek a választók, hogy csak egy megújult baloldal képes Orbán Viktort leváltani, és mi ezt a megújult baloldalt szeretnénk végre létrehozni. Sehin Gábor, köszönöm, hogy elfogadta meg. Köszönöm szépen.